Múlt heti adásunkban a gyúrtélesztős tésztával foglalkoztunk. Ebből kalácsot és brióst készítettünk. Megmutattam nektek, hogyan kell kalácsot fonni, hogyan kell élesztőt futtatni, és milyen hibák léphetnek fel közben. Ha esetleg lemaradtatok róla, akkor a jobb felső sarokban kattintva tudjátok megnézni. Ma viszont a kevert élesztős tésztája a főszerep. Ebből egy meggyes gesztenyés kuglófot fogunk készíteni. De mielőtt belevágunk, gyorsan összegezzük, hogy mivel is állunk szemben. Élesztős tésztából ugye 4 fajtát ismerünk. Például a hajtogatott élesztős, ami a croissantnak a tésztája, itt van a gyúrt élesztős, amivel a múlt héten foglalkoztunk, az omlós élesztős, ami a jól ismert beigli vagy pozsonyi kifli alapjául szolgál, és a mai főszereplőnk a kevert élesztős tészták, amiből kuglófot fogunk készíteni. Első lépésként az élesztőt kell felfuttatnunk, ahogy a múlt héten is. Ehhez nincs más dolgunk, mint hogy langyosra melegítjük a tejet, belemorzsoljuk az élesztőt, szórunk bele egy kevés cukrot és egy kevés lisztet, majd összekeverjük és letakarva félretesszük. Gyakori hiba, hogy túl melegre melegítik a tejet, ez azonnal leforrázza az élesztőgombákat és a tésztánk nem fog felfutni. Arra is nagyon vigyázzatok, hogy sóval ne érintkezzen az élesztő, mert ettől is rögtön meghal. A cukor és a liszt azért kell a tejbe, mert ettől fognak jól lakni a kis gombák, és ettől fog szépen felfutni a tejben. Nagyjából 10-15 perc múlva az élesztőnk készen áll arra, hogy összegyúrjuk a tészta többi részével. Ez most kicsit más lesz, mint a gyúrt élesztősnél, mert itt először a vajat és a porcukrot, meg egy kevés vaníliás cukrot ki kell habosítanunk egy robotgéppel. Amikor ez megvan, akkor a tojás sárgáját apránként hozzáadagoljuk, mindig csak annyit, amennyi szépen el tud keveredni a vajas keverékünkben, vagy habunkban. Majd, hogyha ez is megvan, akkor lassan hozzácsurgatjuk az élesztős tejes masszánkat. Ezt is jól elkeverjük benne, itt érdemes átváltani a robotgép gyúró karjaira a habverő helyett, és jöhet nagyjából 2 részletben a liszt. Érdemes még szórni hozzá egy kevés sót is, mert az minden élesztős tésztába szükséges. Nem úgy fog kinézni, mint a gyúrt élesztős, hanem egy kicsit ilyen lágyabb, krémesebb tésztát fogunk kapni, amit jó sokáig kell keverni a robotgéppel, amíg már kezd egy kicsit összeállni és egy kicsit elválni az edény falától. Amikor ez megvan, akkor letakarjuk, és betesszük a 35-40 fokra előmelegített sütőbe. A gyúrt élesztős tésztához viszonyítva a kevert élesztősben több, kisebb buborék fog belül képződni a kelesztés során. Ez fogja kialakítani a sikérvázat, ami a sütés pillanatáig bent tartja a széndioxid gázt a tészta belsejében. A sütéskor ez a sikérváz fog megkeményedni, a széndioxid eltávozik belőle, és így lesz szép, ropogós egy kicsit a tésztán külseje, viszont belül finom lágy. Nagyjából 20 perc kelesztés után újra át kell kevernünk a tésztát, majd belerakjuk a meggyet, amit előzőleg egy kicsit felforraltunk, egy kevés cukorral, fahéjjal és szegfűszeggel. Ezt jól lecsöpögtetjük, és így kerül a tésztába, majd pedig belereszeljük a gesztenyemasszát. Ehhez választhattok a boltban cukrozott gesztenyepürét is, és natur gesztenyemasszát is, ki melyiket kedveli. Én most a kuglófformát egy kevés olvasztott vajjal kikentem, majd hagytam, hogy ez a vaj megdermedjen benne. Amikor ez megtörtént, akkor zsemlemorzsával beszórtam, és jöhet is bele a tészta. Ilyenkor érdemes még egy negyed óra, 20 percet hagyni, hogy újra megkeljen, mert ugye jó nehéz lett ettől a sok megytől és gesztenyétől, amit beleszórtunk. Majd pedig egy viszonylag hosszú sütés fog következni, ami azt jelenti, hogy 160-170 fokon nagyjából egy 50 percig hagyhatjátok nyugodtan a sütőben. Úgy tudjátok ellenőrizni, hogy egy hosszabb hegyű villával vagy késsel beleszúrtok, és ha már nem ragacsos a tészta a késnek az élén, akkor tökéletes. Hogyha úgy látjátok, hogy az alja nagyon kezd megpirulni, akkor takarjátok le egy alufóliával, így belül tovább tud sülni, viszont kívül nem fog megégni. Ez a kuglóf nem egy alapdarab, de tökéletes arra, hogy megmutassuk nektek, milyen egy igazi kevert élesztős tészta. Az a kevés savanykás íz, amit a meggy ad hozzá, tökéletesen passzol az édes tésztához és a gesztenyemasszához. Amennyiben szeretnétek ti magatok is kipróbálni, a videó alatti leírásban megtaláljátok a receptet. A következő 2 hétben megmutatjuk nektek, hogy hogyan kell omlós élesztős és hajtogatott élesztős tésztát készíteni. Ha tetszett a kuglófunk és a videó is, akkor nyomjatok egy lájkot, sokat segít nekünk, hogyha fel is iratkoztok, és jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!